Ha nyár, akkor strandkézilabda. Idei utolsó adásunkban visszatekintünk a válogatottak nemzetközi szereplésére. Újra átélhetik a hajdúnánási Magyar Kupa és a Bonyarcvashegyi országos döntő legszebb pillanatait. És a szakvezetők értékelik a 2022-es szezont. Az utánpótlás válogatottak eseménydús nyáron vannak túl, hiszen Görögországban ifjúsági világbajnokságot, míg Csehországban serdülő Európa-bajnokságot rendeztek. A magyar női ifjúsági válogatott Krétán veretlenül menetelt a világbajnoki elődöntőig, ezt követően azonban Pinizsi Zoltán együttese sem a hollandokkal, sem a lengyelekkel nem bírt, így végül a negyedik helyen végzett egy olyan tornán, amelyre cseppet sem volt könnyű felkészülnie a csapatnak. Sajnos azt tudni kell, hogy a teremszezon annyira elhúzódott, hogy a számunk, tehát az általunk eltervezett felkészülési időnek egy részét tudtuk csak elvégezni, és egy ilyen szűkebb keretet tudtunk csak dolgozni. Ennek ellenére a lányok azt a munkát, amit el tudtunk végezni, tisztességesen elvégezték. De hát nem volt 10 edzésünk sem, amivel fel tudtunk volna erre a világbajnokságra készülni. Ennek ellenére azért azt gondolom, hogy a minimális célunkat el tudtuk érni. Gyakorlatilag veretlenül meneteltünk egészen az elődöntőig, utolsó két meccset vesztettük csak el, ami miatt persze van bennünk hiányérzet, de műanszakon múlt a dolog, és végül azt kell mondjam, igazságos eredmény született sajnos, összességében véve, ott nagyon fájt, de ennyi idő elteltével azt gondolom, hogy ebben a csapatban most idén ennyi volt. Ők már kiüregettek a korosztályukból és a felnőtt korosztályba léptek. Szerencsére elég sok lány lépett már be a felnőtt csapat kapuján, nem csak döntögették kaput, hanem be is törték, és már a felnőtt válogatottban is tudtak bizonyítani. Utánpótlás edzőként nem lett más általában a célunk, mint az, hogy a felnőtt csapatba és a felnőtt korosztályba adjunk játékosokat. Bízom benne, hogy a rajtuk kívül is a többi játékosnak is sikerülni fog az, hogy bekerüljön a felnőtt keretbe és magára öthesse majd a címeres mezt komolyabb világversenyeken is. A júniusi világbajnokság után júliusban a prágai Európa-bajnokság várt a serdülő válogatottakra. A prágai EB-n mind a fiúk, mind a lányok érdekeltek voltak, de kezdjük előbb a hölgyek tornájával. Décsei Krisztináék a torna elejétől a végéig lehengerlő teljesítményt nyújtottak, hiszen minden mérkőzésüket szetveszteség nélkül 2-0-ra nyerték meg, így a spanyolok elleni döntőt követően a magyar lányok emelhették fel az Európa bajnoknak járó trófeát. Nem volt ennyire könnyű az utunk, tehát nem volt ennyire sima. Azt tényleg el kell mondjam, hogy nagyon erős volt a mezőny. Tehát annak ellenére, hogy így meg tudtuk nyerni, azt gondolom, hogy volt 5-6 olyan csapat, amelyik tényleg nagyon jó strandkézilabdát játszott. Hál' Istennek a csapat kohéziója, a csapat egysége annyira erős volt, hogy minden nehézségen átmentette magát, és túléltünk. Próbáltunk a saját magunk játékára koncentrálni, és amiket az edzéseken és a felkészülésünk során begyakoroltunk és elterveztünk, azt gondolom, hogy azt a sikerült maximálisan végrehajtani. A legszívesebben talán az elődöntőre emlékszem vissza, amit a hollandokkal játszottunk ott. A második szerben nagyon lehengerlő játékot produkáltunk, és a védekezésünk, amely mindig egy sorakaratos pontja ennek a játéknak, ott nagyon tudatosan és előre eltervezett stratégia mentén dolgoztunk. A spanyolok ellen döntő pedig mindig olyan, hogy ők egy őrisi riválisunk, hol ők, hol mi, jövünk így összesen a párharcból, szerencsére többször mi inkább. Mindig volt egy-egy olyan megoldás, ami extra volt. Nagyon kicsi pontokkal, de sikerült megvernünk őket, és a lefújás pillanatában tényleg olyan boldogságot éreztem, mint már régen. Úgyhogy tényleg egy szép emlék, azt gondolom, mindenki számára. Császár Ferenc szövetségi edző szerint a magyar fiú serdülő válogatott igazi fekete lónak számított a prágai tornát megelőzően, hiszen maguk sem tudták, mire számítsanak az újonnan összerakott csapattól. A srácok ennek ellenére 100%-os teljesítménnyel jutottak tovább csoportjukból, maguk mögé utasítva a svéd, norvég, lengyel hármast. A csapat ezt követően meg sem állt a döntőig, amelyet a spanyolok ellen szertveszteség nélkül nyert meg, de Császár Ferenc szerint nem ez, hanem az ukránok elleni negyed döntő hozta a torna legnehezebb párharcát. Szoros első fél időt kikaptunk azt hiszem 1 vagy 2 ponttal, a másodikat azt viszonylag simán tudtuk hozni, és a szétlős egy ilyen véglevegig menő volt, azt hiszem 10-10 párharcig ment el, aztán is úgy tudtunk járni 18-16-ra. Tehát leesett mindenki szívéről a kő, mert igazából végigdolgozod ezt az 5-6 hetet, és igazából ez a meccs dönt el, hogy te most jó szerepeltél, bekerültél a 4-be, éremmel játszhatsz, vagy 5-8-ig. Egy nagyon jó spanyol csapattal játszottunk, tényleg szerintem a torna egyik, most nyilván most már tudjuk, második legjobb csapata. Talán a védekezésben és a kapus teljesítményünk volt nagyon-nagyon extra, és a kulcs pillanatokban talán még hibáztunk kevesebbet. Azt hiszem, hogy megérte a befektetett munka és energia. Szerintem senki nem gondolta volna, hogy
hogy sikerül ilyen szép eredményt elérni. Azt tudni kell, hogy jövőre ugyanaz a korosztály, ugyanaz a csapat így együtt marad. Van még mit fejlődni, még nagyon sok mindent, és remélem, hogy tudunk is, és remélem, hogy a jövőben is hasonló szép eredményeket tudunk elérni. A női válogatott egy héttel a görögországi világbajnokságot követően egy megfiatalított kerettel lépett homokra Prágában, ahol a jövő nyári portugáliai Európa-bajnokságra válthatták meg jegyeiket a csapatok. A magyar csapat az előzetes célként megfogalmazott kvótaszerzést, azaz a top 9 bekerülést bőven túlszárnyalva, végül torna győzelemmel zárta a hétvégét. 100%-os teljesítménnyel jutott tovább a csoportból, és ez akkora lendületet adott az együttesnek, hogy meg sem állt a döntőig, ahol a lengyeleket végül szétlövésben múlta felül. A világbajnoki keretből 5 játékos nem tudta vállalni a részvételt, így 7 új játékost hívtunk be a keretbe. Egy napot tudtunk készülni, eléggé vakon voltunk, a csapat átlag életkora épp, hogy elérte 21 évet. Maga az egész torna nagyon pozitív volt, nagyon jó kis közösség alakult ki. Az, hogy ennyire rendkívül fiatal csapattal mentünk, és nagyon sok játékosnak ez volt az első felnőtt válogatottsága. Volt olyan 18 éves, akinek előtte 2 héttel volt az első felnőtt válogatottsága. Azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó hangulatú, egy nagyon jól építhető csapat volt. Nagyon erősen próbálták a taktikai utasításokat betartani, hogy összességében egy ilyen szívetmelengető torna volt az edzőnek is, a stábnak is, és azt remélem, hogy a játékosoknak is, meg hát a szurkolóknak és a szülőknek is. A férfiak a 6 csapatos csoportkörben Svájctól kikaptak, de így is csoport elsőként jutottak tovább, majd a törökök legyőzését követően a fináléban a németekkel mérkőztek meg. Végül a női döntőhöz hasonlóan ezúttal is szétlövésben dőlt el az aranyérem sorsa, de most 8-6-ra a németek nyertek, így a magyaroknak az ezüstérem jutott, amellyel kvalifikálták magukat a 2023-as EB-re. A férfi felnőtt válogatottunk is teljesítette a célt, hiszen az volt az elsődleges cél, hogy kvalifikáljanak, ők is több fiatal játékost vittek magukkal, próbáltak ki. Sajnos nekik a döntő nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. De egy jó egyveleget alkottak a nagyon rutinos játékosok, illetve a fiatal játékosok. Azt gondolom, hogy a fiúknál is komoly jövő van ebben a társaságban, mert még a rutinosabb játékosok is elég fiatalok, hogy még éveken keresztül tudjanak játszani a válogatottba, illetve a feltörekvő ifjú játékosok pedig komoly játékerőt képviselnek a magyar bajnokságban is. A szokásokhoz híven a szezon elején Hajdúnánáson rendezték meg a Magyar Kupa küzdelmeit. A nőknél a kékmezes Glass Studio nyúlon túl és a szürkében szereplő OFOB Beach Girls csapott össze a döntőben. Mindkét szedben végletekig kiélezett csatát vívtak a csapatok, és nem bírtak egymással, egy-egy után szétlövésekkel dőlt el a kupa sorsa. Az idegek harcát Hajdú Tamás együttese bírta jobban, és még a nyúlon túl 2-szer hibázott, az OFOB csupán 1-szer, így 2020 után ismét Magyar Kupa elsőséget ünnepelhetett. A férfiaknál nem született meglepetés. Az 5 éve címvédő fehérmezes Hírszad BHC és a kékben homokra lépő Dinamit BHC találkozott a fináléban. Bár a trónkövetelők mindent megtettek, hogy aranyéremmel zárják a tornát, nem tudták tartani a lépést a Hírszattal, amely végül 2 sima szettet követően sorozatban 6. alkalommal emelhette a magasba a kupát. A strandkézilabda magyar bajnokság döntőjét augusztus első hétvégéjén Vonyarcvashegyen rendezték. A hölgyek döntőjében a címvédő, de ebben a szezonban csak egyetlen kvalifikációs fordulót nyerő rózsaszínmezes TT Sport Multicam Szentendrei NKE és a szintén egy kvalifikációs fordulón aranyérmes OFOB Beach Girls találkozott. A komoly presztízs csatát hozó párharc rendkívül kiélezett játékot eredményezett, az idegek pattanásig feszültek, így szinte várható volt, hogy szétlövésekkel dől el a bajnoki cím sorsa. A nyomást végül az idei Magyar Kupa győztes OFOB Beach Girls bírta jobban, így Hajdú Tamás együttesének a nyakába került az aranyérem. Mindig is büszke voltam rájuk, tehát én azt mondtam nekik az elődöntő után, hogy
hatalmas, tehát hatalmas gratuláció mindenkinek. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki idén a csapat mellett volt, baj egy György nevét ki kell emelnem. A rendezés az szerintem rendben volt minden, de szerintem ezt a többi csapat is elmondhatja magáról. Egyik szemem sír, a másik nevet, mert innen most elmegyünk és vége van az idei strandkézilabda szezonnak. Én a csapatomban nem csak játékosokat, hanem barátokat is szereztem. Nagyon fognak hiányozni, de föl fogunk készülni a bajnoki tornájára, és ott is majd legjobb tudásunkat próbáljuk nyújtani. A férfiaknál az idei kvalifikáció sorozat során háromszor is döntőben szereplő pirosmezes B-Stars BHC és kisebb meglepetésre a tavalyi bronzérmes, idén hatodikként kvalifikáló salgótarjáni strandépítők mérkőzött meg. A salgótarjániak mindvégig megnehezítették ellenfelük dolgát, de legyőzni már nem tudták, így 2022-ben a férfiaknál a B-Stars BHC lett a magyar bajnok. Jó volt, tehát egy visszagondolva egy nagyon, nagyon szép utazás volt, egy nagyon jó utazás, csúcspontokkal, mélypontokkal, de kiélezett helyzetekkel, meleg helyzetekkel, de az esetek döntő többségében helyén volt a kezünk és a szívünk, és legtöbbször mi kerültünk ki győztesen, tehát hogyha bajba került is a csapat, mindig volt valaki, aki meg tudta tolni a szekeret, és ettől csapat egy csapat. A 2022-es strandkézilabda szezon számtalan emlékezetes párharcot hozott mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. A következő év is rengeteg izgalmat tartogat számunkra, hiszen több nemzetközi tornán is érdekeltek lesznek a csapatok és a válogatottak is, emellett pedig a legnagyobb feladat az utánpótlás terén vár a sportágban dolgozókra. A kvalifikációk során három EBT-t is rendeztünk, az azt jelenti, hogy az Európai Beach Tour sorozatban nemzetközi tornát rendezünk, amely a magyar kvalifikáció része is. Nekünk ezzel egy picit több munkánk van, de nagyon-nagyon élvezzük, hiszen meg tudjuk mutatni a külföldi csapatoknak, hogy hol is tart a magyar strandkézilabda, és meg tudjuk mutatni a magyar strandkézilabdának is, hogy mi képesek vagyunk egy olyan európai szintű rendezvényt létrehozni, amely öregbíti a Magyar Kézilabda Szövetség hírnevét. Nagyon gyors fejlődésnek indult sportág, és ez talán nagyon jól tükrözi azt, hogy rengeteg nemzetközi verseny van most már, egyre több. És azért az, remélem, hogy itthon is egyre népszerűbb lesz, mi azért igyekszünk sokat tenni. Ugye ez egy 25-30 évre tekint vissza csak a sportág, és már azért ott van a világjátékokon, most jövőre ott lesz először az európai olimpiai játékokon, ott van az ifjúsági olimpián, van világverseny, ugye a fiataloknak és a felnőtteknek is, és egyre-egyre népszerűbbek, most már azért sok tévésjogot is sikerült értékesíteni, de szerintem nincs semmi ebben a játékban, ami ne lenne szerethető, úgyhogy remélem, hogy ez a népszerűség ez tovább fog csak nőni. Maga a bajnokság kiegyenlítettebb lett, jönnek fel olyan csapatok, akik komoly erőkifejtésre készítik a legjobb csapatainkat, nagyon jó mérkőzéseket látunk. Összességében azok a csapatok, illetve azok az edzők, akik évek óta tevékenykednek, szerintem mindent megtesznek azért, hogy ez egy nagyon jó torna legyen, az egész sorozat nagyon jó legyen. Ami hiányérzetem van, hogy kevés új arcot látni mind az edzők, mind a játékosok tekintetében. Szerintem az fontos célként kell kitűznünk, hogy mindenképpen szélesítsük a bázist, illetve az is felelősségünk, hogy az edzők körében is megpróbáljuk velük megértetni, megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy ez egy mennyire hasznos sportág ahhoz, hogy utána a játékosaik jobb játékerőt képviseljenek a teremben.